emlékezés koszorúit helyezték el az elhunyt bátai cigányok tiszteletére felállított kopjafánál. Így kezdték meg a már hagyományos, idén 9. alkalommal megrendezett Tambura Fesztivált. Megünnepeljük azokat az embereknek az emlékét, akiktől származunk, akiktől tanultuk az életet, illetve tanultuk a zenét, meg azt a tisztességet, alázatot, amit számomra az én szüleim még megadtak. A romákat az 1956-os nagy árvíz űzte el a bátai szigetből. Mi szigeti cigányok vagyunk, és mi onnan indultunk, nagyon-nagyon nagy szegénységbe éltünk, és 56 ki elszedte a vagyonunkat, és 56 óta ugye betelepítettek bennünket a település belső részébe, úgymond a Tuskósba. A szigetnek a bejáratánál ott állítottuk 2004-ben ezt a kopjafát, hogy legyen mindig arra emlékezzünk, hogy honnan jöttünk ki, és hova megyünk vissza. Az elmúlt 5-6 évben, 10 évben nagyon sokan meghaltak. És ugye vannak utódaink, akik tovább viszik ezt a vonalat, a tambura szeretét és vonalát, hogy maradjon meg ez a hangszernek a szeretete. Ezért is jött létre 9 éve a Tambura Fesztivál. A rendezvény másik fontos programja a hagyományos cigány ételek elkészítése volt. Az induló csapatok összeismerhették tudásukat, és már a főzés is jó hangulatban telt. És nagyon jól érezzük magunkat. Főzünk, sütünk, hoztuk a sok süteményeket, csülökpörköltet főztünk, van, aki birkapörköltet, lecsós tésztát, meg mindenfélét, nem tudom elsorolni, olyan sok minden. Az én testvéreim zenészek voltak, meg apám is, és mindig megemlékeznek róla. A győztes csapat egyenesen a Bács-Kiskun megyei Soltról érkezett a faluba. Elfogyott, gyakorlatilag elfogyott. Nem keveset főztünk, és elfogyott. Elsőként lettünk kész, elfogyott az étel. Tehát ez azt hiszem elmond mindent. Lecsós tésztát főztünk. Solti lecsós tészta. Azért különleges, mert ezt úgy nyújtsák, házi tészta, rengeteg tojással, igazi házi tészta, és szaggatják. Tehát nem szaggatják. Gyakorlatilag úgy szaggatják bele a lobogó vízbe, és ez ilyen tenyérnyi tészták. Jakab József elmondta, nagyon fontosnak tartja ezeket az összejöveteleket. Mi is csinálunk nagy rendezvényeket, és elmondhatom, hogy 70%-a a többségi társadalomba tartozó emberke, úgyhogy persze, hogy fontosnak tartjuk mindezt. Mindenképpen. Így összefűződnek a dolgok, és látja, más is látja, hogy mi mit tudunk, mit nem tudunk. Mi ezt tudjuk nyújtani, szerintem nagyon finom ételeket, és szerettük a közösséget, szeressük azt, hogy ha nem csak a romák vannak itt, hanem ahogy mondtam, a többségi társadalomba tartozó emberkék is. Ez a mi kis gasztronómiánk azért az nem egy egyszerű dolog, ha kóstolta itt bárki. Az egy tényleg nem egy egyszerű dolog, szerintem finom ételeket főzünk, jó ételeket főzünk. Ez egy külön világ. A fellépők között akadt olyan is, aki országos ismerettségnek örvend. Bersendi Kovács József nem csak Mohácson, de Budapesten a Liszt Ferenc Zeneművészeti Akadémián is tanít. Eddig mindegyiken itt voltunk. Már régi barátságban vagyunk a Lacival. Ők is zenész kollégák, mindig elfogadjuk a meghívást minden évben. Fontosnak tartom, mert mivel én is tanítok, már 30 éve több zenekart adtam már ki, tambura zenekart, hogy ez egy jó dolog, ha vannak ilyen tambura fesztiválok, találkozók, ezek mind jók. Olyan 50 gyerekkel szoktam foglalkozni. Most kicsit visszavettem, addig korban vagyok, de most is van 25-28 gyerek. Csinálni kell a szülőket, rábeszélem, megyek az iskolákba hirdetni. Most is majd szeptembertől veszek föl még egy 10 gyereket, mindig, hogy legyen utánpótlás. Mindig volt, tambura meg lesz is, mindig lesz. A szervező Balogh László is át tudta adni gyermekeinek a zenetudását, a népdalok és a nóták szeretetét. Kisebbik fia Dávid Ausztriából jött haza, hogy részt vehessen a rendezvényen. A családba kezdtem el zenélni, tőlük örököltem a zenetudásomat, amit tudok ugyebár, és hát nekünk ez ugye fontos, mert szeretjük, amikor az emberek így összejönnek, a tamburások együtt vannak. Én igazából egy évben egyszer zenélek itt. És hogy ő továbbadja-e majd valakinek a zene szeretetét? Igen, a lányomnak. Ővele próbálkozom, most már évek óta szereti a zenét nagyon. Van is hozzá érzéke, meg mindenféle ilyen tehetsége megvan hozzá, csak képeznünk kell.
bízok benne, hogy ez a rendezvény a következő évben a tizedik lesz, és nem áll meg. Tehát van egy olyan mondásom nekem, hogy előttem az utódom. Mindig-mindig van, aki majd tovább viszi azt a stafétát, amit én elkezdtem. És remélem, én örököltem az öregeimtől ezt a lehetőséget, én továbbadom. Ugye Légen Bátán két tamburazenekar volt, három tamburazenekar is, és hát őket szeretném éltetni, méltatni, tehát az ő emléküket szeretném továbbvinni. Volt hegedű banda is, volt rezes banda is, de ezek minden hangszert, minden bandát átélt, túlélt a tambura zenekar. És én úgy gondolom, hogy ennek a tamburának élni kell. Jekla chaya zaye le le manga, toy si oy shuji, sagle yakovi. Jekla chaya zaye le le manga, toy si oy shuji.